Most még üres az úgynevezett alternatív rendszer, de itt hamarosan 11.000-nél is több tyúk gondoskodik majd a legjobb minőségű tojások előállításáról. A különleges fejlesztés lehetővé teszi, hogy az állatokat kisebb stressz hatás érje, mintha ketrecben tartanák őket. Azért alternatív, ugye megszoktuk, hogy a tojás akkor a ketrecbe ülnek a tyúkok, tojnak, és akkor az lesz az áru tojás. Ezek a tyúkok nem ketrecben fognak ülni, ők boldogabb körülmények között lesznek bízhatólag. Ugye, ahogy mögöttem is látszik az épületben, ez a teljes épület a rendelkezésükre fog állni. Jöhetnek, mehetnek, bejárhatják az egész 1000 négyzetméteres épületet, hosszában, keresztben, fölle. Ugyanakkor kényelmes tojófészek áll rendelkezésükre, ahova el tudnak vonulni, letolják a tojásukat, és utána folytatják az ők is életüket, rendelkezésükre áll keveréktakarmány, mert tudják fogyasztani a szükséges abraktakarmány, illetőleg itatóvíz is be van szerelve. Olyan technológiát választottunk, és kellett választanunk a minőségi itatóvíz előállításához, tekintve, hogy nagyon rossz minőségű, kemény és vasas vízünk van, hogy az itatóvízüket előtte szűrjük, fertőtlenítjük, és vast mangántalanítjuk, tehát így gyakorlatilag ásványvíz minőségű vízzel tudjuk őket ellátni. Ezek a megoldások pedig nem csak a tyúkok kényelmét szolgáló extrák, hanem nekünk, fogyasztóknak is biztosítják, hogy a tojások a lehető legfinomabbak és legegészségesebbek legyenek. Stresszmentes körülményeket tudunk neki biztosítani. Tehát nincsenek összezsúfolva egy 40x40 centis ketrecbe, ahol le kell élni az életüket, hanem ez az egész terület rendelkezésükre áll. Nyilván ez a stresszmentes lét és stresszmentes élet, ez meg fog jelenni a végtermék minőségében, vagyis a tojásban is. Nyilván kevesebb stressz hormon képződik, tehát kevesebb stresszfehérjes hormon kerül bele már eleve a tojásba. Tehát ebből az állományból, vagy ilyen állományból származó végtermékekben, tojásokban sokkal kevesebb az úgynevezett idegen anyag, tehát stresszhormonok, stresszfehérjék, ami aztán későbbiekben nem kumulálódik a fogyasztó szervezetében. A mostani beruházás mintegy 750 millió forintból valósult meg, aminek 50%-a vissza nem térítendő támogatás volt. Fad polgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően nem csak új munkahelyek jönnek létre, de egy olyan helyi cég működése válik még stabilabbá, aminek már eddig is sokat köszönhetett a település. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek mindig nagy öröm, és egy helyi közösségnek, hogyha a bármelyik helyi vállalkozás tud tovább fejlődni és fejleszteni. A Rejblin család már 3 évtizede itt van Faddon, és az mellett, hogy munkahelyet teremtenek, jelenleg is 19 fő dolgozik a cégüknél, az mellett még tudnak folyamatosan fejleszteni is. Ráadásul egy olyan családról beszélünk, ami mindig is nagyon érzékeny volt a település iránt is, hiszen bármilyen segítséggel fordultunk hozzájuk, mindig segítettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van, nagyon örülünk neki, hogy sikerül nekik fejleszteni. A létszámot is tudják bővíteni, tehát még több ember fog itt a telepen dolgozni. És ami nekem külön örömömre szolgált, hogy nyilván az itt megtermelt tojást majd a különböző üzletláncokban viszik értékesíteni, de lesz itt a telep mellett egy, már fel is van állítva egy ilyen könnyűszerkezetes kis épület, ahol helyi árusítást is fognak folytatni. Tehát én azt gondolom, mind a faddiak, mind a környékbeli településen ülők jöhetnek majd, és szerintem szívesen is jönnek ide a jó minőségi tojásért. A tojásfarm átadóján Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a Rejblin család már 3 évtizede foglalkozik rendkívül sikeresen sertéstenyésztéssel. Ez pedig garanciát jelent arra, hogy a mostani profilbővítésük tovább erősíti a térség gazdaságát. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évben, hogy
az állattartáshoz kapcsolódó mindenféle nehézségeken keresztül tudott menni, és mindig nagy magas színvonalon, szakmai színvonalon termelt a Dunaib Kft., akkor én biztos vagyok benne, hogy a következő 30 évben nem csak a sertésben, hanem a tojásállításban is ilyen sikeresek lesznek, és nekünk vásárlóknak, fogyasztóknak megint lesz egy arra lehetőségünk, hogy közvetlenül a termelőktől jó minőségű ellenőrzött magyar élelmiszer alapanyagot tudjunk vásárolni. Némi tapasztalatunk már van tojóállomány tartásában korábbról. Azért döntöttük úgy, hogy akkor legyen tojóbaromfi tartás. Többek közt emiatt is, illetőleg a tojás piaci helyzete inkább stabilabb, vagy többé-kevésbé stabilabb minden esetre, mint a sertéshúsé. Tehát a sertéshús termelés sajnos nagyon magas hullámvölgyek, hullámhegyek kísérik. A tojóbaromfi ágazatban, tehát a tojás piacán azért ez a hatalmas hullám vasút effektus azért nem érződik. Nyilván itt is vannak jobb időszakok, kevésbé jobb időszakok, de nincs az a hullámvölgy és hullámhegy, vagy nem olyan magasak ezek, mint a sertésben. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy inkább egy kiegyenlítettebb bevételt biztosító ágazatot szeretnénk, ami takarmányban, költségben, tehát gyakorlatilag input igényben is alacsonyabb jóval, mint a sertés, és ezért esett a választásunk a baromfira, azon belül is a tojóra és erre az alternatív tartású állományra. A Dunaib Kft. Tojásfarmja az ott megtermelt alapanyagokat a tervek szerint teljes egészében belföldön értékesíti majd. Ez pedig megint csak nekünk fogyasztóknak kedvez, hiszen így biztosított lesz a kiváló minőségű hazai élelmiszer.